A bálok ideje lejárt, legalábbis a hagyományos nagy báloké mindenképpen. Néhány azért még mindig helyet követel magának a naptárban, mint például a Katalin bál, amelyet a kinizsi sportkör az őszi szezon lezárásaként minden évben megrendez. November 29-én 150 érdeklődő, egykori és mai sportolók érkeztek a Nagymúltú Egyesület meghívására az Eötvös József Művelődési Házba. Ezen nem megnyitom Ercsi kinizsi sportbálját. Schmidt László elnök és Papp György alpolgármester megnyitó beszédében a sport fontosságáról és összetartó erejéről beszéltek. A sporttal foglalkozó emberek egy nagy családot képeznek. Én úgy látom, Ercsibe is létrejött, és van egy ilyen nagy család, ahol tartozni nagyon jó. Köszönjük szépen a képviselőtestület nevében is, hogy meghívtak bennünket, és ígérjük, hogy mi is nagyon jól fogjuk érezni magunkat. A hivatalos procedúra után kezdetét vette a mulatság, amelyet a zenekari kíséret mellett táncbemutató és gazdag nyereményeket felvonultató tombola sorsolás is színesített. A forgatagban a sportvezetőkön kívül láthattuk a felnőtt csapat és az ifi keret játékosait is. A mostani bál, amely ezúttal hajnal 5-ig tartott ki, ismét remek lehetőség volt a szezonbéli történések kötetlen megtárgyalására.